Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Rigó Zoltán, a Karcagvárosi Polgárőr Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Legutóbb tavaly októberben járt nálunk egy stúdió interjún, akkor túl voltak egy toborzási akción. Hogyan értékeli, hogyan sikerült akkor ez az akció? Hányan jelentkeztek? Hát a korábbi riportban is elmondtam számomra, hát az egyesület vezetősége számára meglepetés volt, hiszen nagy létszámmal jöttek a jelentkezők, és ami öröm ebben, hiszen közben már megvolt az alapismereti képzésük december 8-án Kunmadarason, ott mindannyian sikeres vizsgát tettek, akik ezt a lépcsőt vették, ezek 18-an jelentkeztek összesen, és 15 fő volt, aki a későbbiekben is tartotta velünk a kapcsolatot, illetve ezeket a kötelező dolgokat, mint az oktatás részt vett, illetve a vizsgát letette. Úgyhogy ez öröm volt számunkra, hiszen így a tavalyi évben 15 fővel tudtuk az aktív létszámunkat növelni, bár ők még hivatalosan nem tagjai az egyesületnek, mert májusban tartjuk a éves közgyűlésünket, és az utolsó pont végül is az íre az, amikor a közgyűlés elfogadja az új tagok jelentkezését. Miből áll egy ilyen alapismereti vizsga felkészítés? Mit tanulnak itt a leendő polgárőrök? Hát igazán szinte ilyen a napi szolgáltatás során előforduló szituációknak. Tehát ilyen jogismereteket például? Hát igen, tehát nem, ugye jogot nem lehet megtanulni 2-3 óra alatt, de viszont ilyen alapismereteket, igen, hogy azért tudják, hogy miről van szó, amikor kimennek. Tehát gondolom azt, hogy ilyen túlkapások ne forduljanak elő, tehát egyértelműen, ezeket. Tehát nem arról van szó, hogy ott kimegyünk és akkor rendet csinálunk, hanem próbálunk a hatóság és az állampolgárok közötti kapocs lenni. Jelenleg hány taggal működnek? Ugye októberben készítettünk egy interjút, gondolom azóta megvolt az éves értékelésük. Milyen számadatai vannak? Hát az éves értékelésünk nem, mert az, mint említettem, Májusban lesz. Akkor van egy statisztikánk, ugye a 2012-es évről, ugye az január 1-i állapot szerinti. 48 fő a taglétszámunk, az egyesület taglétszáma, ebből 30 az aktív létszámunk. A tavalyi évhez képest kicsit ugye itt megint változások vannak, hiszen tudtuk növelni az aktív létszámot. Az inaktív létszámból voltak olyanok, akik úgy érezték, hogy hát nem tudják továbbiakban folytatni, kiléptek, illetve volt két olyan tagunk is, aki más polgárőr egyesületbe kérte a felvételét, tehát innen kilépett, és elment az egyik Debrecenbe, a másik Szolnokra. Tehát a munkája miatt nem vett már részt aktívan az egyesület munkájában, napi életvitelszerűen ott lakik a családjával, ott dolgozik, és viszont a polgárőri munkát szerette volna folytatni, ezért kérte az ottani egyesületbe való felvételét. Miről szól az egyesület? Mi a feladata? Ugye elmondta nekünk, hogy vannak aktív tagok, illetve inaktív tagok. Az inaktív tagok, ők mit csinálnak? Tehát polgárőrként. Az inaktív, tehát ugye az egyesület, tehát közrend, közbiztonság védelme a alapszabály szerinti célja az egyesületnek. Na most nálunk az aktív tag az, aki effektív polgárőr szolgálat ellátására jelentkezik. Mert ugye itt vannak olyanok, akik már az előző riportokban is elmondtam, de elmondom ugye újra, hogy munkahelye miatt vidékre kényszerül, sőt van olyan, aki külföldre, viszont nem szeretne végleg eltávolodni Karcagtól, hanem nyilván amíg tagságát, hát, még egyenesbe hozza szerintem az életét, illetve a családja életét anyagilag, addig szünetelteti a tagságát, és miután majd rendeződnek a viszonyai, akkor ugye vissza, tehát aktív taggá lép elő, hiszen majd szolgálatot fog vállalni. Na most ugye itt ennek feltétele van, és ez a szerencsénk, hogy ők azért tudják azt a kötelességüket, hogy minden egyesület tagdíjat kell fizetni, bár ez nem nagy havi 100 forint, viszont rendezik. De hát, hogyha most azt nézzük, hogy saját költségünkön látjuk el a szolgálatot saját gépjárművel, és még fizetünk is érte, tehát azért ez ilyen dupla
dolog, bár tehát azt mondom, hogy azok, akik részt vesznek a szolgálatok ellátásában, azok le a kalappal előttük, tehát minden dicséret megilleti őket. Ugye most említette, hogy saját gépjárművel látják el ezeket a szolgálatokat. Van-e esetleg arra valami remény, hogy egyszer majd kapnak egy ilyen úgymond szolgálati autót, vagy van-e például formaruhájuk? Formaruhánk nincsen, hiszen majd a későbbiek folyamán azt az ígéretet kaptuk, ugye, hogy majd a belügyminisztérium fogja ellátni egységes formaruhával az egyesületeket. Hát gondolom, azért vannak ennél fontosabb dolgok, folyamat, tehát ugye majd valamikor lesznek. Hát az egyesületünk a olyan szolgálatok ellátására, ami nagy létszámú forgalomirányítás, mint például legközelebb ilyen lesz a technikumnak a ballagása, akkor a rendőrökkel közös szolgálat során 6-7 fő részt vesz, akkor arra az alkalomra van polgárőr mellény. Egyébként ilyen egységes pólót készítettünk az egyesület tagjai számára, polgárőrség karcag felirattal, tehát hogy azért látszódjon, hogy kik azok, akik az egyesület tagjai. Ez az egyesület, ez hogyan működik, milyen sűrűn találkoznak, mit csinálnak egy-egy ilyen találkozási alkalmon, miről szólnak ezek a találkozások? Minden hónap első hétfőjén 5 órakor tartjuk a... Tehát akkor ebben nem volt változás? Ebben továbbra sincs, ez most már bevett szokás. Én úgy gondolom, hogy így azokkal, akik esetleg vidéken dolgoznak, és azon az adott nap itthon vannak, akkor tudják, hogy hova kell jönni. Az időpont nem változott, a helyszín nem változott, Rákóczi utca 3 szám alatt. Tartjuk, ide szoktuk várni azokat is, akik esetleg újonnan szeretnének csatlakozni az egyesület tagságához. És ekkor van az, amikor megbeszéljük a havi szolgálatvezénylést. Tehát most már az elmúlt, hogy több mint egy éve van az, hogy tehát a hét minden napján, pontosabban minden munkanapján éjszaka van polgárőr szolgálat. Hát nyilván azért úgy van ez az éjszakai szolgálat, hogy másnap reggel a polgárőröknek is munkába kell állni, tehát azért ki tudja pihenni magát. Tehát olyan éjfél, egy-két óráig, hát nyilván mozgástól függ, hétvégén kicsit tovább, hétköznap nyilván korábban. Hát ugye, de azt mondják, szolgálat, hogy akkor aktívak, tehát ebben az időszakban olyan 3-4 órakor annyira legalábbis ezt lehet hallani, nem tudom, tapasztalatból, nem tudom, de... Nincs, tehát nem, ez ilyenekre nincs. Hát nyilván ezzel tudjuk segíteni a rendőrség munkáját, úgyhogy ebben az időpontban tudunk, hiszen, mint mondottam, mindenki dolgozik, tehát másnap reggel munkába kell állnia, és azért nem biztos, hogy a főnök jó szemmel nézi, hogyha ott bóbiskola a munkahelyén. Tartanak-e a tavalyi év sikerén felbuzdulva, várható-e, hogy az idén is lesz esetleg egy toborzó akciójuk? Most volt 2 hete a megyei küldött közgyűlés. Igazán nem beszéltem, de erről a témáról nem tudtam beszélni a megyei elnök úrnak, Kolozsi József úrral. Telefonon fogjuk tartani szerintem a kapcsolatot, és biztos, hogy ez a szeptember időpontban a tavalyi év ben elhangzottak szerint ismételten lesz. Sőt, ugye, mint az októberben, amikor beszéltünk, ugye akkor még annyira friss volt az élmény, akkor olyan visszhangok jöttek, hogy mivel Kolozsi úr az Országos Szövetség elnökségének is tagja, hogy átveszi esetleg az Országos Szövetség is, hogy egy-egy ilyen toborzó napot tart országosan. De hogyha netán nem fog ez ilyen megyei szervezésben indulni, akkor szerintem helyi viszonylatban meg fogjuk próbálni biztos, mert nagy segítség volt számunkra. Ezt akartam pont megkérdezni, hogy kötelező-e mondjuk az országos szervezet, illetve a megyei szervezet engedélye ahhoz, hogy ilyen engedélye, hozzájárulása, nem tudom, hogy mi erre a jó szó, ahhoz, hogy itt toborzó akciót tartsanak, vagy lehet ilyen önkéntesen megszervezni egy ilyen akciót? Tehát, hogy van erre lehetőségük, vagy a magasabb szervek diktálnak, úgymond? Lehet önkéntesen szervezni. Ennek az egyesületünk részéről egyetlen egy apropója volt, amiért mi elsőként csatlakoztunk ehhez, az, hogy nem a mi költségvetésünkből ment. Tehát a reklámozás... Hát igen, láttam, plakátok plakátoktól voltak. Kezdve. Tehát ezt központilag elkészítik arra az adott napra,
És igazán nagyon egyszerű, mert csak a helyszínt kell beírja minden egyesület. Uh-huh. Tehát a település sincs rajta, uh-huh. ez egy központilag kinyomtatott. Hát gondolom azért nagyobb tételben a nyomdaköltségek is sokkal olcsóbbak, uh-huh. mint hogyha most itt helyileg legyártatunk 200-300 plakátot. De akkor nem feltétlen szükséges nem feltétlen az, hogy szükséges. Valaki mondjuk megvárja ezt a toborzó akciót, hanem ha kedvet kap, akkor a Rákóczi utcára, vagy Rákóczi útra, hogyha hétfőn elmegy, akkor jelentkezhet. Ez természetesen így van, és így volt eddig is. Mint ugye beszéltük már korábban, most megint visszatérek rá kicsit, bocsánat, de ugye ebből a 18 főből, aki Karcolón jelentkezett, azért van csak 15 fő, aki tovább lépett, mert ketten Kunmadarasról jöttek be. Mert ugye sikerült a Superinfóba, bocsánat, hogy megemlítem, de hiszen a helyi televíziót is említhetném, illetve a rádiót, hogy meg volt hirdetve, és ugye a médiában azt látta az adott illető, hogy Karcagon lesz a Rákóczi utca három szám alatt, és a helyi polgárőr egyesület, bár ugyanúgy tartott toborzót, viszont nem hirdette ennyire széles körben, vagy nem volt olyan lehetősége, hogy nyomtatott formában, újságban, ilyen szóró újságban megjelenjen, és ezért bejöttek, mert tenni szerettek volna valamit. Tehát ezért célszerű, hogyha országosan, hiszen azért az Országos Szövetségnek nagyobb az eklézsiája, és könnyebben tud akár az országos médiában hirdetni, ami több emberhez eljut. Milyen kritériumoknak kell megfelelni egy polgárőr jelöltnek? Itt változott-e valami feltétel, vagy van-e valami új jogszabály erre vonatkozóan? Ez a szokásos, amit szoktam mondani, hogy 18 évet betöltött büntetlen előéletű magyar, vagy magyarországi tartózkodási helyjel rendelkező külföldi állampolgár. Uh-huh. Tehát ezen kívül tehát semmi nem kell igazán hozzá. Innentől kezdve csak a szándék és az akarat. Nem tudom, hogy megemlíthetem-e, pont tegnap ugye találkoztam dr. Gasparian Karenna, Kenderes jegyzőjével, aki polgárőr. És aktív szolgálatot teljesít. És aktívan részt vesz az egyesület munkájában. Ugye azt tudjuk, hogy a polgárőrség önkéntesség alapján működik. Kaptak-e arra valami ígéretet, vagy el fog eljönni az az idő, hogy ezért valami ellenszolgáltatást kapjanak? Hiszen azért éjszakázni kell, saját autójukkal, saját benzinnel mennek, saját ruhában, hogy fog-e ez valamit változni esetleg, vagy ez így marad? Hát én úgy gondolom, hogy akik részt vesznek az egyesület munkájában, azoknak már az nagy segítség, vagy nagy lépés, hogyha valamelyest csökken legalább ebben az időszakban a bűnelkövetés. Tehát, hogyha itt akár egy esetben sikerül megelőzni egy bűncselekményt vagy szabálysértést, akkor az már jó dolog. Tehát igazán az, hogy ezért valaki valamikor is pénzt kapjon, én úgy gondolom, hogy nem, hiszen az egyesület alapszabálya, és ugye kimondja, hogy ez térítés nélkül, térítésmentesen végzik a tagok a szolgálati ellátást. Az más kérdés, hogyha az egyesületnek úgy van bevétele, akkor az üzemanyag hozzájárulást azt mindig az adott év pénzügyi keretein belül tudjuk azért fizetni. Hogyan értékeli az elmúlt esztendőt? Milyen számadataik, statisztikájuk van? Mennyire volt jó évük? Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy tavaly évben nagyon kevés létszámmal tudtunk dolgozni, tehát aktív létszámunk kevés volt, hogy szeptember végén indult ez az akció, amikor ugye jelentkeztek a tagok, és mire ők igazán odajutottak, hogy mindenkitől a papírokat beszereztük, tehát október, novemberben kezdtek ők úgy ismerkedni, hogy legalább egy régi aktív taggal közösen szolgáltat ellássanak, majd ugye a vizsgájuk után már akár önállóan láthatnak el szolgáltat. Én ehhez képest azt mondom, hogy ez a 4300, bocsánat, egy kicsit lesek, 4308 óra közterületen eltöltött idő, én úgy gondolom, hogy ez megfelel az egyesület elvárásainak, és ugye ebben az időben tehát 689 fő vett részt, tehát most ugye ez a 15-20 fő, aki aktív volt, ez járt végül is, de ilyen megbontásban, és 405 esetben volt szolgálat,
Tehát ez ugye 365 nap van egy évben, tehát nyilván itt vannak olyan szolgálatok, amikor egyszerre több párhuzamos rendezvény van, akár a legközelebbi ugye, technikumban lagás, hogy több helyen vannak felállítva ugye a polgárőrök. Nálunk kollektív biztosítás van, hogy a szolgálatban ellátott, vagy a szolgálat ellátása során esetleg balesetet szenvedő polgárőrnek legalább a munkából kiesett részt fizesse a biztosító, és ezért egy ilyen országos szabály, illetve polgárőr szabály, hogy hárman lehetnek maximum egyszerre szolgálatban. Na most, amikor 9-en vagyunk, nyilván nem tudunk úgy csinálni, csak az, hogyha három felé bontjuk a csapatot, és ez három szolgálatnak felel meg. Az idei esztendőből ugye már eltelt 4 hónap, majdnem 4 hónap, és most már jön a jó idő, itt a tavasz, jön a nyár, milyen felkéréseik vannak, mennyire lesznek elfoglaltak? Felkérések sokszor jönnek, az a legnagyobb baj, hogy mi ezeket úgy elválunk, tehát, hogy na most igen, ekkor megyünk, ezt nem tudjuk előre megmondani. Már sokszor említettem, és ismétlenül mondom, hogy minden polgárőr tagunknak munkahelye van, van akinek 2-3, és ugye ezek mellett szabad idejükben végzik polgárőr tagjaink a szolgálatok ellátását. Na most itt azért nagyon nagy összhangnak kell lenni ahhoz, hogy előre tudjuk hónap első hétfőjén is, hogy na most igen, én ekkor szabad vagyok, és az, amikor mondjuk délután 2-kor, vagy mai nap, vagy ha most jön egy felkérés, hogy nekünk holnap utánra kell ember, akkor az, vagy kellene polgárőr segítség, akkor azért az bizony nagy érvágás úgymond a szolgáltvezetőnek, meg jó magamnak, mert a saját telefonunkon kell újra telefonálnunk. Ezért szoktuk azt kérni az együttműködő partnerinktől, hogyha lehet, és tudják előre, hogy mikor várható olyan szolgálat, amikor szükségük van, akkor ezt lehetőleg az első hétfő előtt jelezzék. Hát természetesen van olyan, amikor ez nem lehetséges, mert annyira hirtelen bármi olyan eset van. Hát akkor nyilván a telefon, és akkor kérdezgetjük végig az emberkéket, hogy ki az, aki ráér. Milyen évük lesz, hogyan látja? Hát ezt megmondani nem lehet. Eseménydús munkával teli. A munka az mindig megvan. Én úgy érzem, legalábbis az eddigi 4 hónap alapján, hogy ez a bevált, hogy a hét minden napján szolgálatot tudunk ellátni, ez megvan. Ez köszönhető annak a 4-5 embernek, akik szinte minden nap bent vannak. Hát őnekik biztos, hogy olyan a időbeosztásuk, tehát ami lehetővé teszi, ezt ezúton is szeretnénk megköszönni az Egyesület vezetése nevében, hiszen hogyha nem lenne ez a 4-5-6 olyan tag, aki szinte hétről hétre, napról napra ugyanúgy megy, akkor azért kevesebb szolgáltat ellátást tudnánk vállalni mi is. Hát én köszönöm szépen, hogy eljött ide ma hozzánk, és sikeres évet kívánunk. Hát sok munkával telít, így is lehet mondani, és sok új tagot önöknek. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.